Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr, tisztelt kapitány urak! Én is köszöntök mindenkit, és azt szeretném megköszönni a rendőrség minden dolgozójának azt a munkát, azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt egy évben elvégeztek. Nyilván úgy, hogy egyébként közben a körülmények azért nem könnyűek, és itt gondolhatnék akár a fizetésekre, a létszámkérdésekre, vagy akár egyébként a társadalmi változásokra a városunkban is. Illetve azt is látszik, hogy azért a város sem egységes ilyen tekintetben, vannak azért olyan részek, amelyek frekventáltabbak bűnügyi vagy bűnmegelőzési szempontból. Az is látszik, hogy komolyak a rendőrség erőfeszítéséért el kell ismerni, akár itt a statisztikák alapján, de nyilván vannak olyan statisztikák, amelyek javultak, vannak, amelyek romlottak. Például ugye a rablások száma 21-ről 35-re nőtt, ami nem jó, az viszont örvendetes, és el kell ismerni, hogy itt viszont a felderítési mutató a 100%-os, tehát ez tényleg egy jó eredmény. Ugyanakkor azonban ez az előterjesztés nem csak a rendőrség munkájáról szól, hanem általánosságban Miskolc város közbiztonsági helyzetéről, ami nem csak rendőrségi kérdés, hanem gyermekvédelmi és egyéb szociális kérdés is. Azért azt is láthatjuk, hogy különösen egyes városrészekben azért nagyon komoly a probléma. Az egyik problémát pontosan az jelzi, hogy egyre több az igény a kamera kihelyezésekre. Tehát jól látszik, hogy minél több igény van közterületi kamerákra, az azt jelenti, hogy bizony ott a szubjektív biztonságérzet az nem annyira megfelelő, illetve hogy ezeket azért a hivatalos szervek is alátámasztják, hiszen ezek a kamera kihelyezések akár a rendőrség, akár a rendészet szakembereivel egyeztetve vannak. Aztán ugye növekszik az iskola rendőrök száma is, tehát itt is van igény, és sajnos ugye ez is azt jelzi, hogy azért nem a javulás útján vagyunk. Elkeserítő az a statisztikai részem, hogy arról szól, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők száma is növekedett. Ez egyébként nincs csak miskolci, hanem megyei kérdés is. Ugye idén az év elején sajnos több ilyen fiatalkorúak által elkövetett gyilkosság borzolta a megyei kedélyeket. Mondhatnánk Bódvalenkét, Csernájt, vagy például Bölcsön csak a szerencse mentette meg a nénit, akit fiatalkorúak bántalmaztak. Tehát azt kell mondanom, hogy ez nagyon rossz irány, nagyon rossz jövőt fog vetíteni. Illetve hát engedjék meg, hogy idézzek azért a rendészetnek, bár a következő napirendi pontunk lesz a egyik részletét a előterjesztéséből, ami egyébként a közlekedés viszonyait is megmutatja. Sajnos egyes járatviszonylatokban, főként az autóbuszok vonatkozásában az utazóközönség összetétele, a közösségellenes magatartások szinte folyamatos tanúsítása szükségessé teszi az egyenruhás jelenlétet. Az antiszociális magatartások, rongálások, hangoskodások, szemetelések szinte kikövetelik a rendészeti jelenlétet, amely lehetőségét mérten igyekszünk biztosítani. Hát azt gondolom, hogy ezek sem azok a mondatok, amelyek azt mutatják, hogy a városban a közbiztonság erősödik. Én azt gondolom, és a Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, nem véletlenül mondjuk azt, hogy azt a nyugózónásodást, amely Magyarországon nem csak Miskolcon egyébként jellemző, azt fel kell számolni. Még egyszer mondom, nem csak rendészeti kérdés, hanem akár gyermekvédelmi, vagy akár ítélkezési kérdés is, és éppen ezért nem fogom tudni támogatni az előterjesztést, ugyanis azt gondolom, hogy nekünk képviselőnknek pontosan ott tudunk jelzést küldeni a kormány, a belügyminisztérium felé. Igen, szükség lenne a rendőrök béremelésére, szükség lenne a lehetőségek javítására, és igen, nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy a különböző társadalmi problémákat sokkal jobban megoldjuk. Köszönöm szépen! És akkor tisztelt képviselőtársaim, a napi rendelő történő szavazás következik. Egy határozati javaslatról kell döntenünk. Kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy közös 21, igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazó és 3 távollevő mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Nagyon szépen köszönjük!